május 5-én kedden éjszaka Moson-Magyaróvár és a Lébény hivatásos tűzoltók Moson-Magyaróváron az Aranyos Sziget utcába vonultak, ahol egy családi ház egyik szobájában gyulladt ki az ágy. A tűzoltók áramtalanítottak, elzárták a gázt és eloltották a tüzet egy vízsugárral. A házat átszellőztették, a tűzesetben nem sérült meg senki. Május 6-án szerdán délután a Moson-Magyaróvári hivatásos tűzoltók a Moson-Magyaróvári Barátság utcába vonultak, ahol egy szárítógép gyulladt ki. A tűz az esély kiérkezésére magától kialult, de az épület hüsttel telítődött. A tűzoltók áramtalanítottak, majd átszellőztették az épületet. Május 8-án pénteken délután az M1-es autópálya 162-es kilométer szelvényéhez vonultak a Moson-Magyaróvári hivatásos tűzoltók, ahol a Budapest fele vezető oldalon egy személygép kocsi teljes terjedelmében égett a leállósában. Az egység két habosított vízsugárral eloltotta a tüzet, személyi sérülés nem történt az eset során.